Folytatjuk akkor a beszélgetést a bankolás jövőjéről, harc az ügyfelekér munkacíme, Lás Zoltán, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója van itt, és hát szerkesztő hallgató, ezért vagyunk milyen műsor, hogy beleszólhatok akár prompt is a, a, a beszélgetésbe, és nagyon érdekes észrevételek jöttek. Például Mindent értek a decentralizált modell kapcsán, de ki fogja végezni a kockázatkezelést, a hitelezési kockázatkezelést ebben a modellben? Ki fogja megmenteni a hitelezőt saját magától azzal, hogy megkülönbözteti -e a jó adóst a rossztól? Ezt egy algoritmus nem biztos, hogy tudja, akármennyi adatot gerebéznek is be alá. Hát ez, ez abszolút így van. Tehát, hogy van olyan forgatókönyv, ami azt mondja, hogy a bank az, ha csak nem tud digitálisan felfejlődni és interfész lenni az ügyfelek felé, hanem bele marad, akkor gyakorlatilag szolgáltatóként, business to business szolgáltatóként a tech cégek felé ez a banking, ez a service szolgáltatás, tehát bank mint szolgáltatás nyújtja. Tehát ez kockázatkezelés, mint csomag. De azt mondja a Google, hogy hozok neked havonta 3000 ügyfelet, kedves bank, ezt darabonként három dollárért kockázat kezeld nekem, hogy ők közül melyiket. Ugye szólja. ennek még így az üzleti lehetősége igen, 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 de még de nyilván ez egy for, ezek forgatókönyvek lehetnek. De én inkább azt gondolom, hogy, hogy az, amit pedzegettünk az előbb, hogy inkább az lesz, tehát hogy a, a bank most, hogy emelkedett a hozamkörnyezet, neobankoknak és a fintecheknek a finanszírozása nehezebbé vált, többet várnak tőlük a befektetőt és, és, befektetőik, és nehezebben adnak nekik pénzt. A banknak meg azért hagyományosan, ugye, hogyha egy kamatkörnyezet emelkedik, az erején jó nekik, hiszen több lesz a bevételük. Amikor már recesszióba fordul a gazdaság, meg túl magas a kamat, és már senki nem vesz fel hitet, akkor azért rossz. De, hogy nagy infrastruktúrájuk van, van pénzük, jobban ki tudják mozogni a, a hosszabb válságokat, mint az egyébként masszív veszteségeket produkáló, negyedévente masszív veszteségeket produkáló fintech cégek. Viszont ők viszont egy nehezen forduló tankhajók, és a válságban mindig gyorsan kell reagálni. Ez az adaptivitás a képesség, ez nagyon-nagyon kevés nagyvállalatnál van, meg. most nem csak banknál, bármilyen nagyvállalatnál. Tehát rá vannak egymásra szorulva a fintech cégek és a bankok. A bank adja az infrastruktúrát, a nagy ügyfélkört, ő egy ügyfele tud lenni a fintechnek, és ez látszik is, hogy az utóbbi időben, az utóbbi két év, még a Covid óta, ezek a business-to-business business fintech cégek, amik a, az elsődleges ügyfelük nem az ügyfél, hanem a bank. Azokból sokkal több lett hirtelen. És a, kifejezetten a bankokra szabják az üzleti modellüket, arra épülnek fel, hogy a bankot szolgálják ki, és azt digitalizálják. Tehát ez, uh -huh. ez egy nagy trend, hozzánk is ilyenek jönnek most elsősorban, így nekünk akarnak jót, hogy mi gyorsabban tudjunk reagálni valamire. És nem annyira az ügyfélnek, akiket ugye nehezebb elérni. Nehezebb elérni, de akkor honnan lesz ebből ügyfél az út végén a banknak? Hát a banknak már sok ügyfele van. Oké. Okay. Ugye ez egy, ez egy, létező dolog, hogy jelen pillanatban, főleg a magyar piacon eléggé röghöz kötöttek a, ez, ez, egy ilyen historikusan így alakul dolog, hogy nagyon nehezen váltanak bankot az ügyfelek, és jóval-jóval többbe kerül megszerezni egy új ügyfelet, mint megtartani egy a Na, Igen, rosszul tettem fel a kérdést, mm -hmm. hogy tartja meg akkor mm -hmm. a, 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 az ügyfeleit a bank, mert oké, okay, nehezen váltanak és bizonyos szempontból ott maradnak, de azért van lemorzsolódás, és hogyha egy jobb ajánlatot kap, előbb-utóbb ugye jelentkeznek ezek az ajánlatok az okostelefonokon, mm -hmm. a közösségi médiában stb., vagy biztosítást köt és hirtelen kiderül, hogy amellé jár egy csomó minden, ne talán banki szolgáltatás is. Tehát ez, ez a veszély fennáll? Abszolút. Banknak fel kell építeni egy képességet, és ez a képesség az az, hogy ne zárjon be, mint egy, mint egy erős vár, hanem nyissa ki egy kicsit a kapuit, és szervezzen maga körül egy ökoszisztémát, együttműködő partnereket, tech cégekkel működjön együtt azért, hogy képes legyen a leghamarabb, a legjobb új technológiát és megoldást nyújtani az ügyfeleknek. Plusz emellett magának belül is fel kell építeni egy, egy technológiai mm. csapatot. Egyébként ezt mi is csináljuk, tehát a, a bankholdingban is építjük ezt, ezt a csapatot. Évekkel ezelőtt nem nagyon voltak programozók a bankban, most meg, meg sok programozó van a bankban. Ez, ez egy természetes folyamat, tehát minden digitális bajnokká, válni akaró banknak ezt meg kell lépnie, mert így tud gyorsan reagálni. De az, hogy, együtt, hogy nem működjünk együtt fintekekkel, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Egyébként ezért van az egész lab is alapvetően. Tehát nekünk az az innovációs modellünk, hogy kikutatjuk, hogy mik a nagy trendek technológiában is, fintechekben is, látjuk, hogy mi van a világban. Sok-sok kutatást csinálunk belső csapatoknak is, tehát a belső területeknek. Meg, meg, magunknak is, hogy, hogy, hogy fintek megszállottak vannak a csapatban, tehát hogy mi nagyon képben vagyunk ezekkel a dolgokkal, és befektetünk olyan cégekbe, akikről azt gondoljuk, hogy két-három év múlva nagyon meghatározók lesznek. Tehát mondjuk a buy now, az elmúlt két-három évnek a, a nagy sláger. ez a halasztott fizetés, tehát hogy most akarok venni egy tudom, 80 ezeres uh, elektronikai terméket, és én három-négy részletbe szeretném. Megkapom, három-négy részletbe akarom kifizetni. Igen. Úgyhogy nekem semmibe nem kerül, a lehet, tehát aki járulja az fizet. Igazából ez az üzleti modell. Igen, Csak tehát, hogyha nem fizetnek, akkor persze átmegy egy mikrohitelre. Nyilván, nyilván, tehát nem, nem -e arról van szó, hogy rögtön egy hitelelvirálás történik a, 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 azon a helyen, ahol, mert azt mondjuk már láttuk azt a, azt a konstrukciót, ott rögtön át, ott rögtön van egy fogyasztói hitel, itt viszont nincs. Itt viszont az van, hogy részletekbe fizeti, fizeti ki, és hogyha jól fizet, időbe fizet, akkor. Így van. Na, van még néhány uh, probléma, amit uh, át kéne beszélnünk, megint csak hallgatói készítésre. Uh, melyek azok a területek, amikre uh, nem nagyon uh, várható, hogy fintek vagy big tech cégek benyomulnak? Uh, mert itt érzékelteti a hallgató, hogy például a hitelezés, uh, hogyha én el akarom kötelezni magam, húsz évre és nagyon sok millió forinttal, akkor lehet, hogy nem bíznám ezt egy algoritmusra, nem bíznám egy litván székelyű, nagyon gyorsan mozgó és hatalmas UX dizájnnal rendelkező fintech cégre, és nem biztos, hogy az amerikai Google-re bíznám, hogy majd akkor ott az algoritmus eldönti, hogy én akkor kitől vegyek fel és mennyi hitel. Így van. Hát De ez, ez a befektetésekre is igaz? Ez abszolút igaz. Tehát, a, tehát azért a bankszakma az nagyon magasabb a küszöbb, nagyon ez egy nagyon komoly szakma, mert összetett komplex dolgokról van szó, még egy végtelen pénzmennyiséggel rendelkező Apple sem vág bele csak úgy, hanem a Goldman sachs a egyik világ egyik legnagyobb befektetési bankja, tehát azzal lép frigyre azért, hogy nyújtson szolgáltatásokat, például a szolgáltatást egyébként, ez a halasztott fizetést. Tehát azért ez nem úgy van, hogy, hogy egy ezer milliárdon ülő cég csak azt gondolja, hogy hol a bank leszek, hanem ennek egy, ez egy iparági kultúra, amit nem, nem tud felszedni két perc alatt. És ez a tudás, én ott húznám meg a határt, hogy a fedezetlen hitelt, tehát személyi kölcsönig elég jól tudják a, a, tech cégek, meg fintechek nyújtani a, a, ezt a hitelt, ha megkapják a ehhez szükséges működési licenztországtól országtól függően. Kínában ebből volt is egy kis probléma, mert a, a, a kínai techóriások elindultak e felé, hogy, hogy ők szeretnének akkor komolyabban kiszolgáltatást is nyújtani, mint a igen. fedezetlen kölcsön, de aztán, aztán visszahívták őket, hogy srácok, nem, nem fogtok ilyet nyújtani. Hát hogy igen, ott Ez egy, egy még a kérdés. struktúrája, hát hatalmi kérdés is, meg ott a, 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 lakosság, meg az adósok struktúrája egy picit más, az látszik most is, hogy azért igen, vannak abszolút. problémák, igen. úgyhogy lehet, hogy túl szabadjára engedték. Az már a... kicsit túl szabad igen. is lenne. Igen. Igen. Meg nem igen. mindegy, hogy kinél, ki kezeli ezeket, a, ezeket az ügyeket. Egy még egy nagyon fontos kérdés tisztázunk, uh -huh. ez pedig a szabályozás. A bankokra komoly szabályok vonatkoznak, ki ellenőrzi akár a big tech-eket, akár a fintech meg a bonyolult ügyekkel, hogyha valami reklamáció van, akkor ki hogyan. Tehát ez például nem. Bármilyen hülyén hangzik, hogy bonyolult szabályozás, de lehet-e versenyelőny a bonyolult szabályozás? Hát, megint egy nagyon érzékeny kérdéset tapintott rá a hallgató, mert megy arról egy vita közgazdászok között, meg, meg ebben a fintech világban, a banki világban, hogy, hogy néha összemosódik a határ a technológiai cég és a bank között. Tehát egyre több tech cég kap banki licenzt, és elkezd ilyen szolgáltatásokat csinálni, és a szabályozó nehezebben követi le hogy voltak éppen most kire mi vonatkozik, és hogy kéne ellenőriznem. És vannak olyan közgazdászok, akik azt mondják, hogy ezek még fognak egy válságot okozni. Tehát erre bonyolultabb termékek születnek, nehezebb a határ, nehezebb megmondani, hogy ki tartozik az én felügyeletem alá, vagy nem. Radar alatt tudnak suhanni egy jó darabig, és végén akár problémákat is tudnak okozni ezek a cégek. Tehát én azt gondolom, hogy azért a bizalom, a szabályozottság főleg egy válságban felértékelődik, akkor az van, hogy a inflációmat olvadó megtakarításomat hova tegyem, akkor én emberrel szeretnék beszélgetni erről, akkor nem biztos, hogy annyira bízok egy olyan fintech cégbe, ami 200 millió font veszteséget csinál egyed akkor inkább abban bízom, hogy, hogy egy jól szabályozott, jó anyagi körülményekkel biztos háttérre rendelkező helyre viszem a pénzemet. Tehát szerintem a, a válságban ugye egyszerre vannak dinamikák, amik azt mondják, hogy a fintecheknek jobb, hiszen gyorsabban tudnak reagálni ügyféligényre, meg vannak olyan dinamikák, amik azt mondják, hogy a bankoknak jobb, mert nagyobb, több pénze van, jobban túléli a válságot. De én azt gondolom, hogy amiről beszéltünk az elején, hogy a kettőnek az együttműködésé lesz a jövő. Egy, nemrég olvastam egy egy nagyon jó hogy a, a Némo nyomában című animációs filmben vannak a vegetáriánus cápák, amikor <laughs> nem szabad megenni a halakat, igen, igen, igen. De, 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 azért, azért nagyon szépen megennék azokat a halakat, hogy a bankok voltak ilyenek a fintekekkel a vegetáriánus cápák. Így viselkedtek, hogy ha de megenném, megkapnám szöröstül, bőröstül, de hogy igazából inkább oda magam <laughs> igen, köré, igen. Igen. barátkozom velük, ezért csináltak startup inkubátorokat ugye a bankok, de most már kezd ez a, ez a, tetetet viselkedés valósága válni, tehát tényleg jobban vannak a bankok fintekekkel, mert mindkettőnek kell a másik. Hát igen, ugye ez volt a szlogen is, hogy a, a ezek szerint erre ráhúzó, hogy a fintek nem lakoma, csak koma. Igen, ugye? pontosan. <laughs> Oké. Okay. Hát Spontosan. izgalmas szitu, hogy mi fog történni. Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Érdekes volt a beszélgetés. Ács Zoltán, az MKB Fintech Lab ügyvezető igazgatója volt itt velünk. Mi megyünk tovább Colerandi legfrissebb híreivel, aztán utána aranyköpésünk következik, majd azt beszéljük meg. Gondolkodom, tehát vagyon rovatunkban, hogy az EU-s védjegyel hogyan lehet digitális faktoringot elérni. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu Műsorunkban termék megjelenítés.